Megadta magát a korrupcióval és hatalmi visszaéléssel vádolt Almazbek Atambayev volt kirgiz elnök a biztonsági erőknek, így péntek reggel le tudták tartóztatni. A főváros Biskek melletti Kojtas faluban található házánál csütörtökön fegyveres harc alakult ki az egyenruhások és a volt elnök emberei között, Atambayev maga is a kommandósokra lőtt. Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnök azt mondta, hogy bár Atambayev letartóztatása belügy, Kirgizisztán a mostani forrongással, idézzük, kimerítette 21. századi keretét a forradalmakra. Sajnálatos lenne, ha az eféle események politikai és gazdasági instabilitás felé sodornák az országot, tette hozzá Medvegyev. A kirgiz parlament június végén megfosztotta mentelmi jogától Atambayevet, aki 2011 és 2017 között volt elnök. A hatóságok egyebek közt azzal vádolják, hogy korrupcióba keveredett a biskeki hőerőmű korszerűsítésével összefüggésben, törvénytelenül tett szert földtulajdonra, illetve hatalmával visszaélve bűnbandák vezetőinek nyújtott védelmet. Biskekben csütörtök este feloszlatták Atambayev volt elnök támogatóinak tüntetését.